2017-ben a terület és településfejlesztési operatív programban 4 pályázattal nyert forrás Nagykáló a város rehabilitációjára. Ennek első része egy ételszállító autó beszerzése 10 millió forint értékben. 70 millió forintból a közkedvelt turisztikai célpont Harangod is megújul, többek között egy vizes blokk kerül itt kialakításra. Nagykáló része a megyei turisztikai fejlesztési programnak. Ennek keretében 30 millió forintból a görögkatolikus templom szentélye újul meg. Ezen kívül megvalósítanak egy hosszú távú beruházást is. Egy inkubátorházat fogunk építeni, vállalkozói inkubátorház. Ez az Újfejetói út mentén egy újabb ipari területünket vonjuk be, és az lesz a tartalma, hogy 6 üzemet alakítunk ki kezdő vállalkozóknak, és ott kedvező béleti díjak mellett használhatják majd 3-4 évig, és bízunk benne, hogy a munkaerőpiaci helyzet és javulni fog ezekkel a projektekkel. Közel 400 millió forintból az általános iskola alsó és felső tagozatának épülete is megújul idén. Az energetikai fejlesztésben szigetelés, nyílászáró és villanyvezeték csere is lesz. Terben van még 3 játszótér felújítása is 18 millió forintos hazai forrásból. A polgármester és a nagykálóiak régi vágya a művelődési ház újjáépítése. Idén erre is pályázik majd a város. Még amit sikerként tudok megemlíteni a városba, hogy rendezvényeink voltak, népszerű fesztiváljaink voltak, akár egy nemzeti ünnep alkalmával, itt is mindig a nagykálók sokan részt vesznek, akár a sörfesztiváljait, a lesófesztiválunk alkalmával, nagyon több mint 2-3 ezer nagykáló jön el, és ez nekünk, mi ezt sikerként könyveljük el, ez a lényege, ezért valósítjuk meg ezeket a programokat. A polgármester hozzátette, Nagykáló jelenleg egy békés, csendes, élhető kisváros. Ezt a színvonalat szeretnék tartani és fejleszteni 2018-ban a civil szervezetekkel és egyházakkal összefogásban.